Egy nagyon egyszerű, kis, szép, belépőszintű Baton Rouge szopránukulelét szeretnék nektek bemutatni most. Különlegessége, hogy a fejen van ez a körbe, ez a szegélyberakás. Ritkán láttam még olyan ukulelét, ahol ilyen hangsúlyos szegélyberakás lenne a fejen körbe, de jó pofa, jól néz ki. A test mahagóniból van, nyilván rétegelt, látófa a nyak. V1SLNAT egyébként a típus megjelölése. Úgyhogy hallgassuk meg, hogy hogy szól ez a kis szoprán hangszer. Annyi még, hogy ezen nincs gyárilag heveddel tartó gomb. Ezzel ülve lehet játszani, vagy ha valaki gyakorolja, ugye, hogy állva is tudja tartani a hangszert, miközben penget és akkordozik. Na, az még egy külön kihívás. De hallgassuk meg, hogy hogy szól. Jellegzetes kis szoprán hangja van, úgyhogy ha valaki egy belépőszintű, egyszerű ukulelét keres mahagóniból, akkor ez a Baton Rouge nem rossz választás. Mondom, ezt egy kicsit hiányolom róla a heveder tartót, ez most már kezd standardé válni a gyártóknál. Igaz, hogy a nemrég bemutatott rezonátoros Baton Rouge-on már van. Lehet, hogy előbb-utóbb a szopránokat is eléri a heveder tartó gomb őrület, hogy gyárilag megkapják, de természetesen lehet rá szereltetni, ha valakinek nagyon kell.